A szevasztok srácok, Makan vagyok itt, lenk nektek egy újabb Oszt Driftre jó-e videóval, amiben a Top Gear-es traktorral próbálom meg driftelni. Ahogy megszereztem, ugye egy Top Gear-es élőadásba, azonnal írtátok, hogy legyen belőle Oszt Driftre jó epizód, és szerettem is volna magamtól is csinálni egyet belőle, de mivel kértétek is, meg én is nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez milyen is lehet, feltuningolva driftre, ezért lesz belőle, meg ahogy látjátok, lett is belőle Oszt Driftre jó epizód. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mire lesz képes a drift pályákon ez a traktor. Ugye alapból 577 tuning ponttal rendelkezik, és szerintem van benne arra potenciál, hogy egy jó kis drift traktort rakjunk belőle össze. Ugyanis ugye rally kerekek vannak rajta, ami ugye az aszfalton az elég jól csúszik, úgyhogy majd átvegyünk talán a Fortune Islandbe is, hogyha úgy van, ha itt esetleg annyira nem adja, mert ugye a Fortune Islanden biztos, hogy lehet driftelni, ugye nyilván van nekem is a drift pályám, csináltam magamnak direkt külön, hogy maximum, hogyha télen nem lehet driftelni, akkor megpróbálunk a Fortune Island nyárit, de úgy gondolom, hogy nem lesz itt ezzel gond. A traktor az full alap belülről, vagy belülről, hát a motorikusan felfüggesztés ügyileg, kerék ügyileg, ez teljesen alapon van, tehát ahogy megkaptuk, úgy van. Ennyi a belső nézet igazából. Ez semmi olyan kijelzőt nem látok, vagy mutatót, mérőműszert, ami most itt jelen pillanatban mérne is bármiféle sebességet nekünk. Tehát nem is kell igazából. Nagyon vicces ez a traktor. A hangja viszont iszonyatosan jó. Nem tudom, mi lehet benne, talán egy V8. De mindenképpen jó a hangja. Eléggé dől, úgyhogy ezen majd nyilván változtatni kell, mert ez a driftelésre nem jó, hogyha ennyire dől a verda. Nagyon kell az erős rugó bele. Na, úgyhogy nézzük is meg, fejlesszük fel, amennyire csak tudjuk igazából. És lehet róla pénzt lenyitni, ráadásul 200 ezeret, kedvet meg 30 ezeret, meg 2 wheelspint is lehet. Hoppá, kérem szépen. Ezt lenyitom, meg a mellette lévőt, mert ezekért XP-t kapsz, hogyha ezeket kinyitod. Úgyhogy, tök jó. Vissza is megyünk, úgyhogy rámegyünk a fejlesztésre. Rögtön kezdjük ugye ott, ahol dolgokat lehet átalakítani, amiben be lehet rakni. Nézzük, milyen motor lehetne. 7-2 Racing, nekem nem kell, alapmotorral megyünk. A hátsó kerékhajtás az megvan, és kap egy turbót, ugye turbó kell nekem. Kell bele. Nyilván verseny légbeömlő, meg verseny porlasztó, verseny gyújtás, mindenből igazából, amiből lehet, a versenyt rakjuk bele. És már 527 kW-nál járunk, 548, és még a turbót nem tuningoltuk benne. 660, mondjuk nagyon fura, nézzétek a teljesítménygörbéket, ilyen hullámzó, tehát nem is értem, hogy ez milyen teljesítménygörbe. 35 kW, még 700 kW-ot is átléptük, te jó Isten. 2557 kg, ja igen, mondjuk elég sok, 2,5 tonna az egész, úgyhogy hát ezzel remélem, hogy tudok faragni. 1100 Nm, az mondjuk király, úgyhogy nem fogok én itt aggódni igazából, hogy ez nem fog driftelni, szerintem fog. Csak azért az a 2,5 tonna, ennyit lehetett a felfüggesztés, az jó, akkor nem lehet a felfüggesztését állítani, így mondjuk úgy necces lesz. De megpróbáljuk. Majd állítunk mást akkor, amit tudunk, például diffit. Kereket nem tudunk, viszont felni tudunk változtatni, tegyünk rá valami iszonyat könnyű. 50, látjátok? 54 kilóval könnyebb ez. Akkor ami a igazi dragfelni, az mennyivel könnyebb? Az igazi dragfelni. 72 kilóval könnyebb az igazi dragfelni rajta. Az igen, 72 kiló. Nekem egy ilyen kell, csak valami frankóba. Hú, ez nagyon jól néz ki, ez 18 kg, 72 kilós, ez jó lesz. Csak mondjuk neveljük meg a méretet. Azaz. Hú, de rondán néz ki. Mondjuk itt hátul annyira nem látszik, hogy ez még így jó is. 72 kilóval könnyebb a felni, és hátsó spoilert nem lehet leszedni. Igazából ennyit tudunk rajta alakítani, semmi mást, úgyhogy beállítás telepítése. Hát 2495 kiló volt, 2464 kiló lett, 373 kW-ról 705, azért az király. És
ás lett a Verda. Még a 800-at meg se közelítettük. A763 lett. Hát nagyon kíváncsi leszek rá, hogy mit tudunk vele elérni. Hát ugye akkor nyilván fújjuk, amit tudunk, azt állítunk. Fújjuk a kerekeket. Gyorsulás van, fullos. Mondjuk ez nagyon durván rövid ez a váltó szerintem. 235, talán ez nekem így jobb lesz. Ó, és tudom állítani. Hoppá, kérem szépen. Hogy tudom ezt állítani? Kanyarstabit is tudom állítani. Hoppá, hát akkor minden oké. Leültetjük, amennyire tudjuk. Azt a majdnem 6 centit tudjuk leültetni. Azt kérem, várjál. 48. Ja. Igen, 4,8 centi, ez 5. Alsóból indultam ki, azért gondoltam. Hullágy, hát ezt azért fölkeményítjük. Ezt így jó 55-re mondjuk. Felsőt meg 40-re, így elég lesz. Csillapítás. Hát, mit tudom én. Ez legyen egy 4-es. Mennyi a max? Abból kell kiindulni mindig, mennyi a max? 10. Legyen az egy 4-es, ez meg legyen egy 7,5. Nem, akkor legyen az alsó 3-as. Majd, hogy az első legyen 3-as. Nem is lehet, az a leg oké, akkor itt legyen 4-es. És itt mennyi? Itt is 10. Jó. 7,5. Fura egyébként. Legyen ennyi így. Fék az maradhat, diffi full százon van alapból. Beállítás, alkalmazása és mentése. Ugye szokásos módon le tudjátok tölteni. Makam drift. Rákerestek a traktor tuning betöltések között a alkotóra, hogy makam hun. És meg fogjátok találni ezt a fajta beállítást. De a videó alapján akár meg is csinálhatjátok. Hogy nem fontos letölteni, hogyha valaki szeret letöltögetni, akkor nyugodtan a videóból akár másolhatja is. Nézzünk rá valami jó kis festést. Milyen népszerű festések vannak egy traktorra. Wow. Cat, az igen. John Deere nincs, hogy... Ó, dehogy nincsen John Deere. Azt, ez milyen jól néz ki. John Deere festés. Ez még elég béna. Ú, ez is jó. Na... Szerinted mit rakjunk be? Nézzünk rá a leírás. John Deere. John Deere, nézzük. Nézzük, milyen John Deere festések vannak. Ez nagyon jó. Ez tetszik a felső. Ez tökre jó, ez egy letöltés van rajta, szerintem ez a fullos amúgy, ez teljesen jó. Hát ezek túl nagyok, talán még ez is jó. Ez se rossz egyébként. Egy ilyen sötétebb. Francot sötétebb, ilyen a John Deere, nem? Vagy ilyen, valami ilyesmi. Húha, nem is tudok dönteni igazából, szerintem legyen ez. Legyen ez, megnézzük ezzel milyen. Lassan elmenti. Jó lassan. Forza Vista. Na nézzük. Teljesen jó. Full. Ez tök jó. Ez tökéletes nekem. John Deere nagyon frankon ráírta a csávó. Oké. John Deere igazából. Nem Deere. Nem John Deere. De mindegy. Magyarországon John Deere. What? Ez mi volt? Valami. Ide bejött a link. Wow. Kegyetlen jól néz ki a Verda. Hunt a traktor. Aha. Hát, igen. Nem tudom, hogy ez mennyire fog driftelni. Szerintem semennyire sem. De a nagy motort nem akarom belerakni. Kézifék. Nem, ez nem ragál semmire.
van, még próbáljunk a váltóra állítani, és srácok, ez nem jó driftre. Még nagyon lehet, hogy nagyon... nagyon hosszú lett a váltó. Megnézzük így. Az alapmotor... alapmotor nem pörgeti ki, nézd meg. Alapmotor az... egyszerűen nem lehet az alapmotorral meg. Nem. Egyszerűen alapmotorral nem tudod keresztbe rakni. Még dudálok is közben. Hiába húzom a kézit, semmi nem történik. Kéz is olyan késő ragál, már rég nyomom amúgy. Hát srácok, ezzel a motorral, ez kuka, ez így nem jó driftre. Ez így nem jó driftre, egy vágás és jövünk a 7-2 V8-al, oké? Na itt is lennék srácok. Hát... nagyok a kerekek, az az igazság, hátul. De így már valamivel jobb lett. Elértük az S1-et. Most már picit tudunk driftelni. Elértük az S1-et. Átléptük az 1000 kW-ot. 1007 kW lett összesen. Valamivel talán jobb, de hát még ez se az igazi. Tehát picit bátrabban kell vele. Hát ez nem driftre készült, ez egyértelmű. Hiába ráf kézifék ezek is nem csúszik ki. Hoppá. Valahogy nem tudom, olyan fura. Hát és srácok, ez nem jó driftre. Lehet vele néha keresztbe csúszni, vannak jobb pillanatok, de egyébként nem. Pedig mindent megpróbáltam. A motorcserét is megcsináltam, pedig nem is szerettem volna, de mondom, akkor is kipróbálom, hogy nehogy az legyen, hogy nem próbálom ki aztán azzal a motorral, meg állatú drifttel a Verda. De nem, sajnos nem ez van. Szerintem annyira stabil a hátulja, hogy hihetetlen. Ez a nagy spoiler biztos nem segít egyébként abba, hogy keresztbe rakjuk a hátulját a kocsinak. Most talán egy picit így be tudtuk lengetni. Most van ilyen oda-vissza lendületünk, ma más sincsen. Hát srácok, az a baj, ez nem jó driftre. Tehát ezt ki kell mondani. Ez a traktor, sajnos bármennyire szeretnénk, nem jó driftre. Megpróbáltam feltuningolni úgy, hogy jó legyen. Lehetett is. De szerintem az a gond egyébként, hogy nagyon-nagyon szélesek, nagyon-nagyon nagy a kerekek. Iszonyatosan nagy az a felület, amivel az aszfalttal érintkezik a kerék, és egyszerűen még mindig nincs meg az az igazi nagy átütő erő hozzá. Ja, és mellé ugye 2,5 tonna az egész, tehát... néha lehet vele, de akkor már túlcsúszol. Tehát akkor lehet vele driftelni, amikor már épp az van, hogy már túlestél a holdponton. Vagy nem esel túl a holdponton. Nem lehet eldönteni nála. Nincs meg az a biztos tudatod, hogyha most itt nyomsz egy gázfrissöt, vagy húzol egy pici kézit, akkor keresztbe fog menni. Látod? Egyszerűen túl nagy a kerék hátul. Tényleg ez van, túl nagy a kerék hátul. De srácok, sajnos, pedig én nagyon szerettem volna egy jó driftelni egy traktorral, mert ilyet még egyébként nem csináltam a játékban. Meg a valóságban se természetesen, de a játékban aztán abszolút ugye eddig nem is volt benne ilyen. Megpróbáltam, tényleg a 7-2 V8 van benne, ezt hallhatjátok, hisz amíg berakjátok ezt a motort, annak az autónak ilyen hangja lesz, mint ennek is van, úgyhogy tényleg az van benne. 1007 kW, S1 815, és egyszerűen pánkozni se tudunk vele sajnos.
Ahogy egy picit ellenkormányzok, már egyenesbe is áll. Ha meg nem ellenkormányzol, akkor meg ez történik. Egy srácok, én nagyon sajnálom, de remélem, hogy tetszett ez a videó. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot. És hogyha nem szeretnétek lemaradni a forzás tartalmakról, egyéb játékokból készült livestreamekről, akkor feliratkozás gomb mellett nyomjátok meg egy kicsi csengőt. Köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót. Hát sajnos nem drifteltünk benne, de megpróbáltuk. Na, Makan voltam. Sziasztok!